A késői eső visszatérése. Második fejezet. A késői eső és a hangos kiáltás hamarosan eljön. Felhívása a felkészülésre és figyelmeztetés, nehogy a késői eső elutasítva legyen. Az 1880-as évek körül Ellen White kielentéseiben egyre sürgetőbb szavak jelentek meg a hangos kiáltással, és a késői esővel kapcsolatban. Egy valódi üzenetnek kellett érkeznie, amely dicsőségével betölti a földet. Ellen White Isten tervéről írt, hogy egyszerű emberek által végzi el azt a nagy munkát, amely messze felülmúlja a 16. századi reformáció vallási érdeklődését. Az üzenet több lesz, mint egy lelki ébredés, ami tapasztalható volt az evangéliumi tanítás prédikálása nyomán azokban a napokban. Ugyanakkor Ellen White beszélt egy hamis hangos kiáltásról is, amely sátántól származik, hogy megpróbálja elterelni az emberek figyelmét az erre az időre szóló valódi üzenetről. Ellen White számára ezek a megnyilvánulások voltak a legnagyobb bizonyítékok, hogy a hangos kiáltás ideje közeledett. az utolsó ünnepélyes munkában csak kevés nagyember fog részt venni. De egy nem vonzó és nem kívánatos külső alatt felfedezhető a keresztény jellem legtisztább ragyogása. Isten olyan munkát végez napjainkban, amelyre kevesen számítanak. Isten elhívja és fellelkesíti közülünk azokat, akiket inkább a Szentlélek kenete által tanított, sem mint azokat, akik tudományos intézményekben kaptak képzést. Isten nyilvánvalóvá fogja tenni, hogy nem függ a tanult, öntelt halandóktól. Isten embereket támaszt, akik hirdetni fogják a harmadik angyal hangos kiáltásának üzenetét. Apostolok cselekedete 20. rész 30. versét idézi. Sátán célja az, hogy új elméletekkel terelje el a figyelmet a valódi munkáról és az erre az időre szóló eredeti üzenetről. Befolyásolja az emberek elméjét, hogy a szentírást hamisan értelmezzék. Meghamisítsák a hangos kiáltást, hogy hatástalan legyen a valódi üzenet, amikor elhangzik. Ez az egyik legnagyobb bizonyítéka annak, hogy a hangos kiáltás hamarosan elhangzik, és hogy Isten dicsősége beragyogja az egész földet. Az az angyal, aki csatlakozik a harmadik angyal üzenetének hirdetéséhez, dicsőségével betölti az egész földet. Itt van kiemelve egy világméretű és szokatlan erejű munka az 1840-1844-es advent mozgalom Isten hatalmának dicsőséges megnyilvánulása volt. A 16. századi reformáció óta ebben az országban folyt a legnagyobb vallási ébredés, nagyobb, mint bármely más országban. De ezt messze felül fogja múlni a harmadik angyal üzenete hangos kiáltásának nagy mozgalma. Ez a munka hasonló lesz pünkösd munkájához. Ezernyi hang fogja hirdetni az üzenetet az egész földön. Csodák történnek, betegek gyógyulnak meg, jelek és csodák kísérik majd a híveket. Ugyanakkor sátán hamis csodák által munkálkodik, oly annyira, hogy még tüzet is hoz le az égből az emberek szemeláttára. Ezáltal a föld lakói késztetve lesznek, hogy állást foglaljanak. 1885 nyarán Daniels evangelizációs erőfeszítéseinek következtében a kaliforniai Heisburgban egy lelki ébredés kezdődött. A mély önvizsgálat és bűnbánat Isten lelkének csodálatos megnyilvánulását hozta, ami szeretetet és egységet eredményezett sok gyülekezeti tag között. Az idősebb munkások közül egyesek, J.H. Wagoner és Loborord leállították az összejöveteleket, megtévesztésnek és fanatizmusnak nevezve, ami ott történt. Amikor megtudta a történteket Ellen White, aki éppen Svédországban tartózkodott, néhány figyelmeztető levelet küldött ami elindult Hézburgban, pontosan az a munka volt, amelyre minden gyülekezetnek szüksége van. Igen, sátán mindig fog küldeni hamisítványt, de ha nem történik változás, az emberek elítélik a késői eső munkáját is, azt állítva, hogy a fanatizmus ellen harcolnak. A kapott levelek alapján okom van azt hinni, hogy jó munka kezdődött Hézburgban. Azok, akik tévedésnek gondolták és elítélték, szerintem az egyik legnagyobb hivát követték el. Testvéreim, itt az ideje annak, hogy ilyen ébredések történjenek hazánk minden hetednapi adventista gyülekezetében, mint amely felélesztette a Hézburgi gyülekezetet. Különben az egyház nem lesz felkészülve a késői eső fogadására. Egy munkát kell elvégezni a gyülekezet minden tagjáért. Ők megvallják egymásnak hibáikat. De mindig, amikor elkezdődik ez a munka, ott sátán hatalma működésbe lép. Irítséget, féltékenységet és gonosz gyanakvást fog szítani. Ha valódi munka folyik, akkor biztos, hogy hamisítvány is lesz. Azért időzöm ennyit ennél a témánál, mert ha mi Isten népe vagyunk, akkor Isten lelkének legcsodálatosabb megnyilvánulásai lesznek tapasztalhatók a gyülekezetekben. Testvérek állhatnak fel, és a hozzáállásuk miatt, amely eltávolít mindent, ami nem az ő felfogásuk szerint történik, Isten munkája ellen fordulnak, és megtilthatják azt. Tudom, hogy miről beszélek. Korlátozott hitünk és bűnös szívünk van, és Isten nem tud hatalommal munkálkodni értünk, mert ha megtenné, nem tudnánk különbséget tenni Isten munkája és a hamisítvány között. A Hézburgi lelki ébredéssel kapcsolatban én nem értek egyet azzal, ahogyan kezeltétek ezt a kérdést. Nem vonom kétségbe, hogy néhány fanatikus, Léped be a munkába. Ha azonban ti a jövőben is így jártok el, mint ebben az esetben, akkor egy dologban biztosak lehettek. El fogjátok utasítani a késői eső munkáját is, amikor az eljön. Mert akkor a fanatizmusnak még nagyobb bizonyítékait vélitek látni. Amikor erőfeszítéseket tesznek Isten munkájában, sátán is jelen lesz, hogy felhívja magára a figyelmet. De vajon a lelkészek feladata azt mondani, hogy ez már nem mehet így tovább, mert nem Isten munkája? Én nem bízom J.H. Wagoner megítélésében ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Ha így kezelitek a jó dolgokat, amiket Isten küld, Biztosak lehettek abban, hogy az ébredések ritkák lesznek. Amikor eljön Isten lelke, fanatizmusnak fogják nevezni, mint bünkös napján. Isten az embereket bizonyos munkára választotta ki. A szellemi képességeik kicsik lehetnek, de akkor ez még nyilvánvalóban annak a bizonyítéka, hogy Isten munkálkodik. Lehet, hogy beszédük nem ékes szóló, de ez nem bizonyítja, hogy az üzenetük nem Istentől származik. Ugyanabban az időben J.I. Butler, a generál konferencia elnöke, pénzhiány miatt lépéseket tett a New Yorki tábori összejövetelek munkájának korlátozására. Ellen White erre hasonló módon reagált, mint a Hazburgi helyzetre. Ha nem történik változás, akkor az emberek akadályozni fogják a Szentlélek munkáját. Ne hozzál olyan intézkedést, amely korlátozza vagy szűkíti a munkát, ha csak nem vagy biztos abban, hogy Isten lelke vezet erre. Ha azokat, akik segíthetnek a New Yorki munkában, nem ébresztitek kötelességük tudatára, akkor nem fogják felismerni Isten munkáját, amikor elhangzik a harmadik angyal hangos kiáltása amikor a világosság terjedni fog, és beragyogja az egész földet, akkor ahelyett, hogy az Úr segítségére sietnének, szűk gondolkodásuk szerint akarják majd korlátozni az ő munkáját. Hadd mondjam el, hogy ebben az utolsó munkában az Úr a dolgok természetes menetétől eltérően és minden emberi tervel teljesen ellentétes módon fog dolgozni. Mindig lesznek közöttünk olyan emberek, akik irányítani akarják Isten munkáját, és megszabni, hogy mit kell tenni. Miközben a munka mégis annak az angyalnak az irányítása alatt halad előre, aki csatlakozik a harmadik angyalhoz a világnak szóló üzenet hirdetésében. Isten olyan módszereket és eszközöket fog használni, melyek által látható lesz, hogy ő az, aki kezében tartja az irányítást. A munkások csodálkozni fognak azokon az egyszerű eszközökön, amelyeket Isten használni fog, hogy elvégezze és tökéletessé tegye az ő igazságának munkáját. Felkészülésre van szükség. Miközben Ellen White figyelmeztető leveleket írt a Szentlélek munkáját akadályozó döntések ellen, számos levélben és cikkben kifejezte azt is, hogy milyen nagy szükség van felkészülni a késői eső elfogadására. Ahogy korábbi írásaiban is kifejtette, ez magában foglalja a lélek templomának megtisztítását, amely Krisztus mennyei szentély szolgálatához kapcsolódik. A késői eső eljövetele világosságot fog hozni, és akik fel lesznek készülve és elfogadják a világosságot, azok hirdetni fogják Isten parancsolatait és Jézus Krisztus bizonyságtételét. A harmadik angyal üzenetét nem érvelések által, hanem a Szentlélek méreható munkája által kellett hirdetni. Figyeljük meg Ellen White néhány kielentését. A harmadik angyal, aki az ég közepén repül, miközben hirdeti Isten parancsolatait és Jézus bizonságtételét, a mi munkánkat jelképezi. Az üzenet semmit sem veszít erejéből az angyal repülése közben, mert János apostol látta, hogy ereje növekedni fog, amíg dicsősége beragyogja az egész földet az igazság üzenete, amelyet hirdetünk, el kell jusson minden nemzetséghez, ágazathoz, nyelvhez és néphez. Hamarosan hangos szóval hirdettetik, és a föld ragyogni fog dicsőségétől. Vajon felkészültünk-e Isten lelkének erre a nagy kiáradására? Nagyon várom azt az időt, amikor a pünkös napi események még nagyobb erővel ismétlődnek meg, mint azon az alkalmon. János Apostol azt mondta, és ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak dicsőségétől majd hangok ezrei töltődnek meg erővel, hogy messze hirdethessék Isten igéjének csodálatos igazságait. A dadogó nyelvek megoldódnak, és a félénkek erősek lesznek, hogy bátor bizonyságot tegyenek az igazságról. Bár csak segítene az Úr az népének, hogy megtisztítaná a lelkének templomát minden szentől, és olyan szoros kapcsolatot tartanának fenn vele, hogy részesülhetnének a késői eső kiáradásában. Amikor a késői eső eljön Isten népéhez, készen kell állnotok azonnali előrehaladásra, mert csak azok kapják meg a felülről jövő világosságot, akiknek edényei tiszták és szabad a kezük. Ők hangosan hirdetni fogják Isten parancsolatait és Jézus Krisztus bizonyságtételét. Az úr pásztorokat rendel és küld el, de nem csak prédikálni, mert ez csak egy kis része az ő munkájának, hanem hogy szolgáljanak, és arra tanítsák az embereket, hogy ne harcosok legyenek, hanem az Isten félelem példaképei. Egyesek hitvitákra képezték ki magukat, és a gondozásukban lévő gyülekezetekben meglátszik munkájuk jellege. Az oly közel álló nagy megpróbáltatás eltávolítja közülünk azokat, akiket nem Isten rendelt el, és ő neki lesz egy tiszta, hűséges és megszentelt lelkipásztori testülete, akik fel vannak készülve a késői esőre. Folytatódjon ez a közömbösség évről évre? Vajon sátán mindig diadalmaskodjon, Krisztus pedig csalódjon azokban a szolgákban, akiket végtelen áron váltott meg. A késői eső kiáradásának idejére tekintünk előre, és bizalommal reménykedünk egy jobb időben, amikor az egyház felülről származó erővel fog megtelni, és alkalmas lesz arra, hogy hatékonyabb munkát végezzen Istenért. A késői eső azonban soha nem fog élénkíteni és megerősíteni gondatlan lelkeket, akik nem használják fel azt az erőt, amelyet már megkaptak Istentől. Törvény a Galata levélben Miközben Ellen White tanácsolta az egyház vezetőket és a tagokat, hogy készüljenek a késői esőre, figyelmeztetve őket, hogy még a leg Jelentéktelenebb döntésükkel se akadályozzák a szükséges munkát. A közben betlikrékben vita robbant ki. A felszínen a Galatalevél törvénye körül zajlott a vita, de ennél sokkal többről volt szó. Valójában a szembenállás a hitáltali megigazulásról szólt, magáról az evangéliumról. Hogyan kezdődött ez a vita, és mit foglalt magában? A fejezet további részét ennek a kérdésnek a megválaszolására szentelem. A Galata harmadik rész 19. versében Pálapostól a bűnök miatt adatott törvényről, a 24. versben pedig a Krisztushoz vezető mesterről írt. Mely törvényre vonatkoznak ezek a versek? A ceremoniális törvényre vagy az erkölcsi törvényre, a tíz parancsolatra. Az 1850-es években az adventista úttörők, beleítve James White, Andrews, Uriah Smith és Joseph Bates azt állították, hogy a törvény, amelyre Pálapostól utalt a Galata harmadik fejezetében a tíz parancsolat volt. Ez az értelmezés azonban megváltozott. Az akkori diszpenzacionalista protestánsok határozottan hirdették, hogy most az emberek az új szövetségi kegyelmi diszpenzációban élnek, és olyan biblia szövegeket használnak, mint Galata 3.19-et és Galata 3.24-et, hogy bebizonyítsák, a tíz teljesen érvényét veszítette. Ez megváltoztatta sok adventista gondolkodását, akik remélték, hogy sikeresen cáfolhatják azokat az érveket, hogy a Galata harmadik fejezete a ceremoniális törvényre hivatkozik. Azonban 1854-ben J.H. Wagoner, E.J. Vaguner édesapja, kiadott egy brosúrát, amelynek címe Isten törvénye, a két szövetség bizonyság tételének vizsgálata. Ez a brosúra azt a nézetet képviselte, hogy a Galata harmadik fejezetében szereplő törvényszó csak a tíz parancsolatra vonatkozik. De más adventisták ellenkező véleményen voltak, és vita alakult ki. Bedlik több napos összejövetelt tartottak, amelyeken Jurája Smith szerint J.H. Wagoner álláspontja tévesnek bizonyult. James és Ellen White részt vettek ezeken az összejöveteleken, és nem sokkal ezután Ellen White-nak látomása volt a törvény témájával kapcsolatban. Azonnal levelet írt J.H. Wagonernek, kijelentve, hogy nem kellene népszerűsítenie az álláspontját. A látomás hatására James White visszavonta az eladásból J.H. Wagoner könyvét. Judiah Smith szerint J.H. Wagoner Többször kérte a brosúra újranyomását, de James White azt válaszolta, nem, amíg át nem gondolod a törvényel kapcsolatos álláspontodat. A Galata törvény körüli vita majdnem 30 évig szúnyadt, egészen az 1880-as évek közepéig, amikor A.T. Jones és A.J. Wagoner színre léptek. 1883. október 1-én, egy évvel a tábori összejövetelen szerzett tapasztalata után, Wagoner tanítani kezdte új hitét. Az 1882. április 11-én megnyílt Heisburgi főiskolám. Ezen kívül a Vaklandi gyülekezet gondozására is szakított időt, és segített az apjának a Signs of the Times című újság szerkesztésében. A.T. Jones 1884-ben érkezett Kaliforniába. 1885 őszén átvállalta Wagoner tanári feladatait, és a Science segédszerkesztőjeként is dolgozott. E feladatai mellett Jones az egyik helyi gyülekezetet is gondozta. Amikor J.H. Wagoner 1886-ban Európába utazott, A.T. Jones és A.J. Wagoner lettek a Sainz főszerkesztői. Ezt a tisztségét Jones 1889-ig, Wagoner pedig 1891-ig töltötte be, amikor Angliába küldték. Mindketten betöltötték az American Sentinel főszerkesztői tisztségét is, Wagoner 1890-ig, Jones pedig 1897-ig, amikor kinevezték a generál konferencia végrehajtó bizottságának tagjává. Bár Jones és Wagoner szerkesztőként együtt dolgoztak a Science újságnál, a Bibliát külön tanulmányozták, és mégis sokszor ugyanarra a következtetésre jutottak. Következésképpen a Science-ban publikált cikkeikben, a főiskolai osztályaikban és a helyi gyülekezetek prédikációiban a fő üzenetük ugyanaz volt. Jones ezt így írta le. Mindketten külön-külön folytattuk a Biblia tanulmányozást, a tanítást és a prédikálást. Soha egy órát sem tanulmányoztunk együtt a Biblia egyetlen témáját sem. Mégis teljes egyetértésre jutottunk a bibliai igazságokkal kapcsolatban. Egy szemlétető példa. Szombaton Vagoner testvér elutazott Vaklandból egy tábori összejövetelre, én pedig a Vaklandi gyülekezetben prédikáltam helyette. Témám a hitáltali megigazulás volt. A következő szombaton ő volt itthon, és prédikált Vakland gyülekezetében, én pedig San Franciscóban. Vasárnap reggel, amikor a Sainx irodájában elkezdtem dolgozni, megkérdeztem Bolman testvért. Miről prédikált tegnap Wagoner testvér? Azt válaszolta. Ugyanarról, amit a múlt szombaton te prédikáltál. Kérdeztem. Milyen biblia szöveget használt? Ő pedig azt válaszolta, hogy azt, amit te használtál. Azt kérdeztem, milyen gondolatmenetet követett, milyen szemléltetést használt. Azt válaszolta, ugyanazt, mint te. 1884 nyarán E.J. Wagoner tíz cikket írt a törvényről és az evangéliumról, valamint a kettő kapcsolatáról. A Sciences 1884. szeptember 11-i számában megjelent cikkében konkrétabban foglalkozott a Galata törvényjel, és eltért az általánosan elfogadott adventista felfogástól, miszerint a Galata harmadik fejezetében szereplő törvény a ceremoniális törvényre vonatkozik. Az 1884-85-ös tanév során A.J. Wagoner ugyanezeket a nézeteket kezdte bemutatni a Hézburgi Főiskolán. Bár egyesek elégedettek voltak Wagoner írásaival és tanításával, mások nagyon aggódtak. Jurája Smith, a review főszerkesztője, és J.I. Butler, a konferencia elnöke fejezte ki leginkább aggodalmait. 1885 tavaszán, mielőtt Ellen White és William White elutaztak volna Angliába, AJ Wagoner beszélt William White-tal a Science-ban megjelent cikkeivel és a főiskolai tanításával kapcsolatos aggájairól. Első aggodalma az olyan cikkek megírásával volt kapcsolatos, amelyek ütköztek Conright tanításával. Abban az időben D.M. Carright az egyik legkiválóbb evangélista volt, aki sikeresen lefegyverzett sok adventista ellenfelet. Számos könyvet is írt. Köztük a két törvény, amit 1876-ban publikáltak. Könyvében Carright ugyanazt az álláspontot képviselte, mint Uriah Smith és J.I. Butler a Galata törvényel kapcsolatban. A második aggodalom, amelyet Wagoner megosztott William white a Galata törvény körüli vita volt, amelyben valamikor az apja részt vett. William White nyíltan fejezte ki véleményét, kijelentve, hogy neki, Égyi Wagonernek és a Science szerkesztőinek azt kellene hirdetniük, amit igazságnak hisznek, még ha az ellenkezik is Conright és mások írásaival. A régi vitát azonban, ha lehetséges, el kellene kerülni. William White azt tanácsolta Wagonernek, hogy publikáljon cikkeket a főiskolán bemutatott témáiról. A.J. Wagoner elfogadta tanácsát, és folytatta a törvény és az evangélium bemutatását a Science újságban, a szombatiskola negyedéves tanulmányában, a főiskolai osztályokban és a helyi tábori összejöveteleken. Nem sokkal később A.T. Jones és A.J. Wagoner tanítása és írásai támadások célpontjává váltak. 1886 elején J.I. Butler meglátogatta a Hézburgi főiskolát, ahol tájékoztatták, hogy Jones és Wagoner töretlen erőfeszítéssel a teológiai hallgatók elméjébe igyekszik beleverni azt, hogy a Galata a bűnök miatt adatott törvény a tíz parancsolatra, vagyis az erkölcsi törvényre vonatkozik. Butler nagy aggodalmának adott hangot a helyzet miatt, mert szerinte ezt a kérdést évekkel ezelőtt tisztázták. Sőt, E.J. Wagoner meglátása ellentétes volt James White Uriah Smith, D.M. Cartwright és maga Butler meglátásával is. Butler Ellen White nak írt egyik levelében, emlékeztette őt, hogy évekkel ezelőtt világosságot kapott a témával kapcsolatban. Nevezetesen arról, hogy a Galata levél törvénye inkább a ceremoniális, mint az erkölcsi törvényről szól. Butler levelére válaszul, Ellen White azonnal levelet küldött Jonesnak és Wagonernek, helytelenítve, hogy ők ellentétesen cselekednek azzal a világossággal, amelyet Isten küldött minden véleményi különbség kezelésével kapcsolatban. Ez a levél azonban soha nem érkezett meg, és a mai napig sem találták meg. Következésképpen Jones és Wagoner továbbra is tanították nézeteiket. A nyár folyamán Wagoner még a Science-ban is publikált egy kilenc cikkből álló sorozatot, amely kifejezetten a Galata harmadik fejezetével foglalkozott. Ezekben a cikkekben Wagoner azt az álláspontot képviselte, hogy a Galata harmadik rész 24. versében szereplő Krisztushoz vezető mester semmiképp sem utalhat a ceremoniális törvényre. Miután Butler elolvasta Wagoner új cikksorozatát a science és mivel nem kapott személyes választ Ellen White tól ismét levelet küldött neki, amelyben tiltakozott Wagoner munkája ellen. Butler szerint Wagoner nagy vitát váltott ki azáltal, hogy olyan nézeteket mutatott be, amelyekben az egyház háromnegyede nem hitt. Butler ismét próbált nyomást gyakorolni Ellen white a helyzet tisztázása érdekében, mondván, hogy szeretne írni egy rövid kommentárt a Galata levélhez, és utalt arra, hogy szerinte a Galata harmadik fejezetének törvénye csak a ceremoniális törvényről szól. 1886. november 16-án Butler újra írt Ellen white és közölte vele, hogy a közelgő generálkonferencián számon kell kérni ezeket a példás testvéreket a sainz azért, ahogyan hitünk néhány vitatott pontjával és a Galata levélben szereplő törvényel kapcsolatban cselekedtek. Butler ezt azonnal megtette. Az 1886-os generálkonferencia Amint a generálkonferencia november 18-án elkezdődött, Butler kiosztotta a küldötteknek a Galata levéről szóló rövid magyarázatát 85 oldalas brosúra formájában, amelynek címe a törvény a Galata levélben, az erkölcsi törvényre, vagy a sajátos zsidó törvény rendszere vonatkozik. Bár név szerint nem említi őket de a brosúra nem más, mint egy írásos válasz Jones és Wagoner tanítása ellen, sok személyes támadással, megemlítve a kisebbségben lévő nézetüket és a sokat dicsért hitáltali megikazulás doktrinájukat. Ugyanakkor Butler a Generálkonferencia Teológiai Bizottsága elé vitte a témát, néhány megoldást is írt azzal a szándékkal, hogy megakadályozza a népünk nagy többsége által támogatott állásponttal ellentétes nézetek, kiadványok közétételét, kivéve, ha ezeket a nézeteket először jeles és tapasztalt testvérek vizsgálták, és jóváhagyták. A bizottság szavazat többséggel Butler összes javaslatát jóváhagyta egy kivételével. Butler azonban a Review-ban publikált egyik cikkében az összes javaslata elfogadásáról írt, beleértve azt a javaslatot is, amit a bizottság elutasított, amely dorgálni kívánta volna jones és Wagonert az általuk követett irányért. Erről William White később így írt. Egyesek szerették volna, ha meghallgatás nélkül ítélik el Wagoner és Jones testvért. December 16-án Butler ismét levelet írt White-nak, de az eddiginél sokkal nyomatékosabban fogalmazott. Emlékeztette, hogy nem kapott választ tőle a Galata törvényről szóló feltett kérdésével kapcsolatban, és hogy az egyház évek óta arra vár, hogy meghallgassa a véleményét a témában. December 28-án Butler ismét levelet írt White-nak, megemlítve a Science cikkek témáját, amelyek véleménye szerint ellentétesek hitünk alapelveivel. Nyilvánvaló, hogy az idő múlásával ez a kérdés nagyon fontossá vált Butler fejében. Uriah Smith, a Review szerkesztője, valószínűleg utolsó próbálkozásként, hogy rábírja Ellen nyilatkozni a témával kapcsolatban, egy régi cikket tett közzé, amelyben Ellen White kielentette, az egyéni megítélést alá kell vetni az egyház tekintélyének. Ellen White válaszol. Végül 1887 elején, miután Butler csaknem egy évig nyaggatta, Ellen White újra írt Jonesnak és Wagonernek, és másolatokat küldött Smithnek és Butlernek levelében leírta nekik, hogy semmit sem olvasott az egyik fél anyagából sem a Galata levél törvényével kapcsolatos ellentétes nézeteikről. Többször megemlítette csalódottságát, mert nem találta meg, amit évekkel korábban írt arról a témáról. Úgy emlékezett, hogy az úr megmutatta neki, hogy J.H. Wagoner nézete a törvényel kapcsolatban helytelen volt – és most, mivel nem találta meg az írást, nem lát világosan a kérdéssel kapcsolatban, és nem látja át a témát. Nagy aggodalmának adott hangot a két fő folyóirat közötti konfliktus miatt. Azt is elmondta, hogy Jones és Fagoner túlságosan magabiztosak és kevésbé óvatosak, mint kellene lenniük és attól tartott, hogy AJ Wagoner a viták és ellentétek szeretetét ápolja magában, ugyanúgy, mint az apja. Különösen ebben az időben el kellene utasítani mindent, ami hasonlít a visszajkodáshoz, és keresni kellene az egységet. Az egyházi kiadványokban számos cikk foglalkozott ellentmondásos témákkal, amelyek hasonlítottak Káin Krisztus nélküli áldozatához. Elemvájtott az is aggasztotta, hogy azok, akik nem kutatják a Bibliát, megfelelő tanulmányozás nélkül foglalnak áldást abban a témában, bár az állásfoglalásuk lehet, hogy nem az igazságot képviseli. Ha ezek a dolgok bekerülnének a generálkonferenciára, akkor én nem fogok részt venni azon. Nekünk egy világra szóló üzenetünk van. Isten parancsolatai és Jézus Krisztus bizonságtétele képezi a munkánk középpontját. Az egységre jutás és az egymás iránti szeretet a nagy munka, amelyet most el kell végeznünk. A szentek szentjéből indul a tanítás nagyszerű munkája, Krisztus a szentében szolgál. Nem követjük őt a szentébe, mint kellene. A léleknek itt a földön kell megtisztulnia, Krisztus mennyei szentét megtisztító munkájával összhangban. Ott világosabban fogjuk látni, hogyan látnak bennünket. Úgy fogunk ismerni, mint ahogyan bennünket ismernek. Isten lelkének mély hatásaira van szükség ahhoz, hogy a szívben munkálkodjon és a jellemet megformálja. A kevés közvetített ismeret százszor nagyobb lehetne, ha Isten lelkének szent világossága által az elme és a jellem egyensúlyba lennének. Túl kevés szelítség és alázat nyilvánul meg, amikor az igazságot rejtett kincsként keresik. És ha az igazságot úgy mutatnák be, amint Jézusban van, akkor százszor nagyobb erő nyilvánulna meg. De minden annyira összekeveredik az énnel, hogy nem részesülhetünk a felülről jövő bölcsességben. Úgy tűnt, hogy Ellen White levele meglepetést okozott Johnsonnak és Wagonernek, de jó célt szolgált. Jones megköszönte Ellen White-nak a levelet, mondván, hogy kitartóan igyekezni fog hasznát venni a bizonyságtételnek, és igazán nagyon sajnálja, ha része volt valamiben, ami megosztottsághoz vezetett, és bármilyen módon kárt okozhatott Isten munkájában. Ugyanakkor ő is megosztotta saját verzióját a történtekről, és bemutatta a Galata Levél törvényéről szóló vita kontextusát, Jones sohasem hallott a nekik küldött levéről, sem a J.H. Wagonernek évekkel korábban küldött bizonságtételről. Örömmel ajánlotta fel, hogy a science publikálja azt a világosságot, amivel Ellen White rendelkezik a témával kapcsolatban. Azt is világossá tette, hogy a főiskola óráin nem engedte meg a hallgatóknak a téma megvitatását, és elmondta, hogy ő maga nem szeretné megmondani, hogy melyik meglátás helyes. Azt mondtam nekik, hogy inkább Krisztus evangéliumát keressék a Galata levélben, az ott található törvény körüli vitatkozás helyett. Arra gondoltam, hogy Krisztust és az evangéliumot tartják szem előtt, Biztosak lehetnek abban, hogy a jó oldalon állnak, függetlenül attól, hogy végül milyen döntést hoznak majd a Galata törvényel kapcsolatban. Ha Krisztust tartják figyelmük középpontjában, nem tudom elképzelni, hogyan tévedhetnének. Azt hiszem azonban, elmondtam nekik, hogy az én ismeretem szerint mindkét törvényt megtalálják ott, és az Evangélium a hitáltali megigazulás az egésznek az alapját képezi. Vagoner hasonló gondolatokat fogalmazott meg. Ő nem tanított a főiskolán 1885 nyara előtt. Következésképpen nem ismertethette nézeteit a hallgatóival. Soha nem hallott az apjának címzett bizonságtételről, és azt sem hallotta, hogy Ellen White beszélt volna valaha erről a témáról. Ha tudott volna erről, akkor más lett volna a helyzet. Sőt, az általa támogatott nézetek különböztek az apja nézeteitől. Úgy érezte, hogy segíti a munka előrehaladását, de most sajnálta, hogy túlságosan elhamarkodottan fejezett ki olyan nézeteket, amelyek vitát váltottak ki. Megtanult egy olyan leckét, amit soha nem fog elfelejteni. Forron vágyom arra, hogy hamar jöjjön el az idő, amikor népünk minden tagja tisztán látja majd a dolgokat. Őszintén sajnálom azokat az indulatokat, amelyek a két folyóirat között léteztek és most is léteznek. Úgy gondolom helyes azt állítani, hogy ezek az indulatok nem itt keletkeztek, és amit keleten éreznek. Az abból származik, hogy félretették az itteni dolgok valós helyzetét és az itteniek valós indítékait. De nem akarom, hogy azt gondoljátok, hogy ki akarok bújni a felelősségem alól. Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy megengedtük a kritizáló lelkületet, de nem gondolom, hogy mások jobban táplálták, mint én. Most, hogy látom, hogy ez a kritizáló lelkület, amely a büszkeség legrosszabb fajtájából fakad, megvetem, és nem akarom többé. Elhatároztam, hogy ezentúl sem nyilvánosan, sem négy szem közt nem fogok olyan szót kiejteni, amely Isten bármelyik munkását lebecsülné. Jones és Vagoner nem csak a szívüket vizsgálták meg és tartottak bűnbánatot, hanem Vagoner be is tartotta azt az ígéretét, hogy nem akarja lebecsülni Isten valamely munkását. Vagoner 71 oldalas válasza Butler brosúrájára, az Evangélium a Galatelevélben címmel, bár 1887. február 10-i -e keltezésű, mégsem nyomtatták ki az 1888-as generálkonferenciáig, csak Ellen White javaslatára. Csak Ellen White javaslatára. J.I. Butler azonban válaszában egészen másképpen reagált. Miután megkapta a Jonesnak és Wagonernek írt levélmásolatát, megörült, mert azt hitte, hogy Ellen White végül mellette és Uriah Smith mellett áll. Azt remélte, hogy Ellen White most nyilvánosan nyilatkozik a hozzáadott törvényről, mert a hozzáadott törvény vagy az erkölcsi törvény, vagy a ceremoniális törvényrendszer. Butler további problémáknak tette ki magát. Kielentve, hogyha valaha bebizonyosodik, hogy az ő álláspontja végig téves volt, akkor nem bízik a saját ítélőképességében. És mivel ebben az esetben már nem ismeri fel a lélek vezetését, akkor ő teljesen alkalmatlan lesz arra, hogy bármilyen további szerepet töltsön be a mű vezetésében. Ugyanakkor azt is megengedte, hogy vagonerrel kapcsolatos, valódi érzései kicsusszanjanak a száján. Úgy vélte, hogy R.J. Vagoner örökölte apja néhány tulajdonságát, és kijelentette, hogy Vagoner minden szerkesztőségi cikkében megjelenik apja lenyomata. Butler kijelentette, hogy Wagonerrel ellentétben, aki cikkeit a Sainz-ban tette közzé, ő nem hozta nyilvánosságra a Galata törvényről szóló saját nézeteit a review-ban Valószínűleg megfeledkezett arról, hogy nemrég egy támadó cikket jelentett meg az újság március 22-i számában. Azonban nem sokkal később Butler öröme keserű csalódásá változott. Visszatekintés 1886-ra Mielőtt Butler örömlevele megérkezett volna Svájcba Elenwhite-hoz, az úr feltárta neki az igazságot az előző év eseményeiről. Nem csak néhány nagy benyomást keltő álma volt, de ugyanakkor időt szánt Butler anyagának elolvasására is, amely nem volt rá nagy hatással. Ellen White válaszolt Butlernek. Jelezve, hogy az évekkel ezelőtti J.H. Wagonernek küldött bizonyságtétele által valószínűleg azt akarta tanácsolni neki, hogy ne tegye feltűnővé azt a témát akkor, abban az időben, 1856-ban, nem pedig azt, hogy elítéli álláspontját. Az adventistáknak nem szabad azt gondolniuk, hogy ismerik a Biblia által hirdetett teljes igazságot. Ha valamelyik nézetet nem lehetett alátámasztani, akkor nem lehettek annyira büszkék, hogy nem mondjanak le róla. A felszólítás helyett, hogy Vagoner mondjon le a saját nézeteiről az egyházi tekintély által vallottak javára, Ellen White kielentette, hogy most az a tisztességes, ha Vagoner is egyenlő lehetőséget kap a vélemény nyilvánításra. Tehát nem szeretném, hogyha a neked küldött leveleim olyan módon lennének felhasználva, hogy természetesnek gondold, a te nézeteid helyesek, dr. Wagoner és Jones lelkész nézetei pedig teljesen tévesek. Szerintem túl szigorú vagy. Tehát, mivel mindezeket egy röpirat követi, amelyben a saját nézeteid vannak publikálva, ezért biztos lehetsz abban, hogy nem tartom eljárásodat igazságosnak, ha ugyanazt a szabadságot nem adod meg Vagunernek is. Mély benyomást keltő álmaim voltak, amelyek arra késztettek, hogy azt gondoljam, nem jársz teljesen a világosságban. Nem szeretnék semmiféle farizeizmust látni közöttünk. Te és doktor Wagoner olyan mértékben vittétek a nép elé a témát, hogy azt nyílt vitában tisztességesen és őszintén kell eldönteni. Te terjesztetted a röpiratodat, most az az igazságos, hogy Dr. Vagoner ugyanolyan lehetőséget kapjon. Úgy gondolom, hogy Isten lelkének nagyobb mértékére van szükségünk, hogy elkerüljük az utolsó napok veszélyeit. A mély benyomást keltő álmok, melyekre Ellen White utalt, képek és szimbólumok formájában lettek bemutatva neki, de csak később kapott magyarázatokat azokra. Tehát az idő múlásával Ellen White tanácsa is igazodott a különböző körülményekhez, amikor világosabban megértette a történteket, és hogy mi lett feltárva neki 1887-ben a svájci tartózkodása alatt. Nyilvánvaló, hogy az úr figyelmeztetni akarta az egyházat az előtte álló veszélyekre. A világosság, amely az egész földet megvilágítja dicsőségével, kiáradásra készen állt. A zsidók lelkülete azonban betöltötte az egyházat. 1888 második felében Ellen White elmondta, hogy mit nyilatkoztatott ki neki az úr. Ezt a konferenciát 1886-ban egy éjszakai látomásban tárták elém. Kísérőm azt mondta: Köves engem, megmutatok néhány dolgot. Olyan helyre vezetett, ahol szemtanúja lehettem az összejövetelen zajló jeleneteknek. Megmutatták néhány lelkész magatartását, különösen a tiedet, Butler, azon az összejövetelen. És elmondhatom neked, testvérem, hogy ez egy szörnyű konferencia volt. Azután a kísérőm sok mindent elmondott, ami kitörölhetetlen benyomást hagyott az elmémben. Szavai ünnepélyesek és komolyak voltak. Feltárta előttem a betlikréki gyülekezet állapotát. Szükségük volt Krisztus erejére. Előttünk egy megpróbáló idő áll, és sok gonoszság annak a farizeizmusnak az eredménye volt, amely nagymértékben hatalmába kerítette azokat, akik fontos pozíciót töltöttek be Isten munkájában. Majd kinyújtotta kezét dr. Wagoner és feléd Butler testvér, és azt mondta, egyik őtök sem bír a törvény teljes világosságával, egyik álláspont sem hibátlan. a Betlikréki konferencia során, amikor a Galata törvényének kérdését vizsgálták meg, sok házhoz elvittek engem, és hallottam a küldöttek keresztényietlen megjegyzéseit és kritikáit. Utána ezeket a szavakat mondták nekem. Nekik olyan igazsággal kell rendelkezniük, amilyen Jézusban van. Különben ez nem lesz üdvözítő igazság számukra amikor véges emberek nem állják el többé az utat. Isten úgy fog munkálkodni közöttünk, mint még soha azelőtt. Krisztus napjaiban a zsidók önfelmagasztalást, merev szabályokat és merev követelményeket hoztak, és ezzel minden esélyt elzártak maguktól, hogy Isten az emberek elméjében dolgozhasson. Ne kövessétek nyomdokukat, Adjatok lehetőséget Istennek, hogy tegyen valamit azokért, akik szeretik őt, és ne terhelyétek őket olyan szabályokkal és előírásokkal, melyek betartása megfosztja őket Isten kegyelmétől, úgy, mint Gilboa hegyei voltak, eső és harmad nélkül. Két évvel ezelőtt svájci tartózkodásom alatt volt egy éjszakai látomásom. Úgy tűnt, hogy a betlikríki gyülekezetben vagyok, és a kísérőm sok mindent elmondott a konferencia dolgaival kapcsolatban. Isten lelkének nem volt vezető befolyása ezen az összejövetelen. A farizeusi lelkület behatolt Isten nagyon kiváltságos népe közé. Csak kevesen értik a harmadik angyal üzenetét, még azok közül is, akik vallják, hogy hiszik pedig ez az üzenet az utolsó időkre szóló üzenet. Ez a jelen való igazság. A kísérőm azt mondta, még sok világosság van, amely felragyog majd Isten törvényéből és az igazság evangéliumából. Ha ez az üzenet el van fogadva a maga valódi jellegében és a Szentlélek által hirdetve, akkor dicsőségével beragyogja az egész földet. A harmadik angyal üzenetének befejező munkáját olyan erő fogja kísérni, amely elviszi az igazság napjának sugarait, az élet minden fő útjára és minden mellék útjára. Két évvel ezelőtt Jézust megszomorították és megsebezték a szentjei személyében. Isten fedése az ellen irányol, ami durva jellem, a testvérek közötti tiszteletlenség ellen és együttérzéssel teli szeretet hiánya ellen. Ha ez a hiány konferenciáink vezetőinél mutatkozik meg, az intézményeink őreinél, akkor az ő bűnük nagyobb, mint azoké, akiket nem bíztak meg ilyen nagy felelősséggel. A monumentális 1888-as év és a Minneapolis-i generálkonferencia gyorsan közeledett. Az 1886-os látomások által az úr valóban arra törekedett, hogy figyelmeztesse és felkészítse egyházát arra, ami előtte állt. Ellen white svájci álmaival összefüggésben nagyon komolyan kellett írnia sátán legnagyobb félelméről a félelem az volt, hogy Isten népe megtisztítja az utat, hogy Isten ki tudja tölteni a késői esőt. Sátán arra készült, hogy az egyházon belüli munkálkodásával megakadályozza ezt az áldást, de nem állíthatja meg a késői esőt, ha Isten népe készen áll annak fogadására. Az összes szükségletünk közül a legnagyobb és a legsürgetőbb az igazi Istenfélelem feléledése közöttünk. Határozott erőfeszítéseket kell tennünk az Úr áldásának megszerzéséért. Nem azért, mintha Isten nem szeretné ránk árasztani áldását, hanem azért, mert nem vagyunk felkészülve annak befogadására. Sokkal több okunk van a belső veszélyektől félni, mint a külső veszélyektől. A megerősödés és a siker útjában álló akadályok sokkal nagyobbak az egyházban, mint a világban. A hitetlenség ápolása, a kételyeknek adott hangok és a dédelgetett sötétség biztosítja a gonosz angyalok jelenlétét, és megnyitja az utat Sátán stratégiáinak megvalósítása előtt. Semmitől sem fél annyira a sátán, mint attól, hogy Isten népe minden akadályt elhárítva szabaddá teszi az utat, hogy az Úr kiáraszthassa lelkét az erőtlen egyházra és a bűnbánat nélküli gyülekezetre. Ha sátánon múlna, akkor az idők végezeteig egyetlen ébredés sem történne, sem nagy, sem kisebb. De nem vagyunk tudatlanságban a terveivel kapcsolatban, ellenállhatunk hatalmának. Amikor elkészítjük az utat Isten lelke számára, akkor az áldás jönni fog. Sátán ugyanúgy nem tudja megakadályozni az áldások kiáradását Isten népére, mint ahogy az ég ablakait sem zárhatja be, hogy ne essen eső a földre. A gonosz emberek és ördögök nem akadályozhatják Isten munkáját, és ki sem tudják űzni jelenlétét népének gyülekezeteiből. Ha azok megtört és alázatos szívvel megvallják és elhagyják bűneiket, és hittel kérik az ő ígéreteinek beteljesedését. egy korábbi prédikációban, amely a Review 1887. május 10 i számában jelent meg, Ellen White hasonló gondolatokat fogalmazott meg. Itt volt az ideje felkészülni a késői esőre és a hangos kiáltásra. Testvéreim! Emlékezzünk itt azokra a bizonyítékokra, hogy Isten munkálkodni fog, Egyetlen hatalomban sem szabad bíznotok, csak az Úr, Izrael istenének hatalmában. De ha ellenségeskedés van a szívetekben, akkor nem számíthattuk arra, hogy Isten hagyja, hogy áldása rajtatok maradjon. Senki nem lép be tisztátalan jelenvonásokkal Isten városába. Fel kell készülnünk a késői esőre. A harmadik angya a dicsőségének be kell ragyognia a földet, nem csak egyik szegletét, hanem az egész földet. Talán azt gondolhatjátok, hogy a most végzett munka kárba vész, de azt mondom, hogy nem így lesz. Amikor az üzenet hangos kiáltással halad előre, azok, akik most hallják az igazságot, előrelépnek és hatalmas erővel fognak munkálkodni. Vajon Isten népe felkészül a késői esőre? Képesek lesznek megállni? A következő fejezetekben ezekre a kérdésekre keressük a választ. Miközben megvizsgáljuk a Minneapolisi generálkonferenciát.